Szeretettel köszöntök én is mindenkit még egyszer. Köszöntöm miniszter urat. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A beszélgetés a Jövő Magyarországa címet kapta. Itt különböző témákat, úgy gondoltam, hogy különböző témákat járnánk körbe. És itt egy kicsit előbb bújik belőlem, a többen tudják talán itt a teremben, hogy az MCC mellett a másik komoly projekt, amiben sokat dolgozom, az a Mandiner című heti lap, illetve online lap. Remélem, hogy mindenki minden reggelt a Mandinerrel kezdi, és annak a 200 ezer olvasónak, napi 200 ezer olvasónak az egyike, aki minden nap így tesz. Ugye egy kicsit a kérdéseimet ilyen irányba, és olyan aktuális kérdéseket is szeretnék feltenni miniszter úrnak, amelyek azt gondolom, hogy itt a teremben ülőket mindannyiunkat érdekelni fogják. Ám a legfontosabb, ami engem érdekel, hogy miniszter úr, te ha ma diák lennél, jelentkeznél az MCC-be? És ha igen, miért? Biztos, hogy jelentkeznék az MCC-be. Azt nem tudom, hogy bentlakásos vagy nem bentlakásos látszatot választanám el. De látva, ahol lakom, az körülbelül olyan 500 méterre van az MCC-nek a ideiglenes, de a magyar szokásokban megfelelő hosszú éveken át ideiglenes központjától, és látom ott a diák életet, és bizonyos szempontból így kedve tekintek azokra, akiknek az a lehetőség megadatik, hogy ma lehetnek egyetemisták. Hozzáteszem, legyünk méltányosak, ahogy nekünk is rendkívül jó lehetőségeink voltak ahhoz képest, ami mondjuk az én szüleimnek megadatott, tehát nyilván egy külföldi ösztöndíj, most minden áthallás nélkül mondjuk egy Erasmus ösztöndíj, az 1990 előtt, de bizonyos értelemben még 95-96 előtt is elképzelhetetlen lett volna. Nekünk pedig már rendelkezésre állt, bízunk benne, hogy ez mindenkinek rendelkezésére fog állni. De ettől teljesen függetlenül ma, hogyha egy fiatal úgy dönt, hogy felsőoktatási intézménybe kíván járni, akkor kétségkívül a magyar egyetemeknek és tehetséggondozóknak nem csupán más magyar intézményekkel kell versenyezni, hanem ma semmi akadály nincs annak, hogy valaki Bécsbe vagy egy német egyetemre, vagy akár egy brit egyetemre iratkozzon be. Tehát a világ megváltozott, ezáltal a lehetőségek is kinyíltak és szélesebbek lettek, és az biztos, hogy jobb azoknak, akik elvileg jobb azoknak, akik több lehetőség közül választanak, feltéve, hogy jól tudnak dönteni, és szerintem aki amellett dönt, hogy az MCC-be jelentkezik, az jól dönt. Igazából már itt a beszélgetés legfontosabb gondolatai szinte el is hangzottak. De hogyha mi áttekintjük a magyar történelmet... Jöjjön a születi mulatság! Jöjjön a születi mulatság! Hogyha áttekintjük, Magyarország mindig is nagyon sokat tett a tehetségekért. 19. század, Ötvös és maga az ő nevét a mai napig viselő Ötvös kollégium egy nagyon hamar és egy nagyon jó kezdeményezés volt. Ha hozzáteszük azt is, hogy Magyarország Trianon után elvesztette ásványkincsei és mindenféle egyéb iparának a legfontosabb szegmenseit, akkor és ezután következett ugye a Klebersbergi gondolat, hogy a tehetségekkel, a kivűvelt emberfőkkel kell azokat a hátrányokat bepótolni, amelyek Magyarországot érték. De hogyha csak a rendszerváltoztatásra gondolunk, hogy milyen szerepet játszottak a különböző szakkollégiumok, akkor láthatjuk, hogy ez évszázadokon keresztül fontos szerepet töltött be. A kormánynak milyen tervei vannak a tehetséggondozással, hogyan kívánja ezt folytatni, és az MCC mellett hogyan látod azt, hogy milyen irány az, amit érdemes politikailag is támogatni? Általánosságban is, hogy arra gondolunk, hogy hosszú távon mi az, ami a magyar társadalomnak, jelenlegi fiataloknak és ezután következő nemzedékeknek jó, akkor az, hogyha minél erősebb közösségek jönnek létre. És számtalan példát lehetne arra hozni, ezért ezek a közösségek természetesen létrejönnek osztályokban is, de minden olyan közösség, amit önkéntes akaratelhatározás hoz létre, az talán még sokkal tartósabb lehet. Tehát a szakkollégiumi hálózatok egészen már rendszerváltoztást megelőző időszakból, különböző önképzőkörök, vagy akár a sport szervezeteknek különböző formái azért is voltak olyan sikeresek, mert aki oda járt, az nem csupán a kötelezőnek tette eleget, hanem akart is valamit, saját maga választotta azt a lehetőséget, amivel ezt követően élhetett. És az biztos, hogy ma azért
ezen a területen is lényegesen szélesebb a választás lehetősége, és az is egész biztos, hogy az MCC-nek köszönhetően megszűnt, és ezt nagyon fontos tehetséggondozásban, megszűnt az, hogy ez csak és kizárólag egy vízfej keretében a fővárosban érhető el, vagy esetleg azokban a nagy megyei városokban, ahol egyetemi központok is vannak, hanem 10 éves kortól, valóban egészen Oxfordi vagy Cambridge-i ösztöndíjig van lehetősége mindenkinek, hogy ahol magyarok élnek, beleértve a határon túli területeket is, ott találjon olyan közösségeket, ahol korának megfelelően tud fejlődni, előrelépni, de egy önkéntes akarat elhatározásnál fogva. Úgyhogy a kormánynak szerintem minden ilyen tevékenységet támogatni kell, és ha valaki megnézi egyébként, hogy milyen szakkollégiumi hálózatokat támogattuk az elmúlt években, akkor még azzal sem lehet megalapozottan vádolni bennünket, hogy egyébként a kormánnyal szemben sokszor kritikusan megnyilatkozó közösségek ne kaptak volna ilyen támogatást. Hogyha a magyar oktatás intézményrendszerére nézünk, akkor az egyik leghatalmasabb állami intézményrendszerre tekintünk. A KSH adatai szerint magunk mögött hagyott tanévben összesen 1.852.000-en vettek részt a köznevelés, a szakképzés és a felsőoktatás különböző képzéseiben. Ez nagyjából azt jelenti, hogy minden ötödik magyar valamilyen módon diákként vagy hallgatóként bekapcsolódott ebbe a képzésre, és akkor még nem is beszéltünk a szülőkről, oktatókról vagy tanárokról. Nem csoda tehát, hogy az oktatás politika és maga az oktatás témája az egyik legfontosabb téma, és ez sokszor elő is kerül, hogy a kormány elhanyagolta az oktatást, és hogy sokkal nagyobb erőforrásokat kellene bevonni, nem beszélve a tanárbérekről. Ezt hogyan látod, és ebbe lehet-e mi a véleményed arról, hogy az ellenzék tolja túl ezt a témát, és irányítja abba az irányba a közbeszédet, hogy kialakuljon ez a fajta diskurzus, vagy valóban vannak elmaradások? A magyar oktatás színvonal lényegesen jobban áll sem, mint hogy ebben a körben az ellenzékkel érdemesen lefoglalkozni. Viszont kétség kívül vannak olyan észrevételek, olyan jogos követelések, amelyeket nem szabad nem meghallani, vagy akár igazságtartalmukat sem érdemes vitatni. Tehát miközben egyébként a tanárbérekre is igaz, hogy a rendszerváltozást követő 3 évtizedet, hogyha nézzük, akkor a 2010 utáni évtizedben nőttek reálértékben is, abszolút értékben is a legnagyobb mértékben a tanárbérek, de kétség kívül még most sem keresnek eleget a tanárok, messze vagyunk a elérni kívánt céltól, és mindannyian azt szeretnénk, hogyha többet kereshetnének lényegesen a tanárok, és hogyha egy olyan összehasonlításban, ahol mondjuk a különböző munkahelyekkel, munkakörökkel együtt járó felelősséget is figyelembe vesszük, akkor jó lenne, hogyha a tanárok a saját munkájuk fontosságának megfelelő bért kapnának. Szerintem ezt közelebb vagyunk, mint bárki gondolná, akár hónapokon belül is meg lehet az áttörés, ami egy jelentős pedagógus béremeléshez vezet, és akkor ezen a területen is nagyon tudunk előlépni. De ha ez csak és kizárólag a tanár bérekre redukálnánk ezt a vitát, akkor azt hiszem, hogy talán leértékelnék az oktatás egészét. Tény, hogy annyi iskola soha nem újult meg, mint szintén a mögöttünk hagyott évtizedben. Bölcsődei és óvodai kapacitásokat, a bölcsődeieket megsokszoroztuk, tehát 30.000 helyből most már több mint 60.000, kb. 66.000 bölcsődei férőhelyen rendelkezésre. Az óvodákat is felújítottuk, és ott is lényegesen szélesítettük a kapacitást, és iskolákat is felújítottunk. Soha annyi tornacsarnok nem épült 10 év alatt, mint 2010 és 2021 között. Tehát azt hiszem, hogy miközben bőven van most is feladat a magyar oktatásban, addig azt senki nem állíthatja, vagy legalábbis megalapozottan nem állíthatja, hogy ne tettünk volna nagyon sokat, és ne léptünk volna előre. Valóban a bérek területén még egy nagy lépés, vagy néhány nagy lépés várat magára, de én nagyon bízom abban, hogy a következő másfél-két évben ezen a területen is gyökeres változások fognak bekövetkezni. Hogyha a felsőoktatásra váltunk és a felsőoktatásra tekintünk, akkor láthatjuk, hogy modellváltás zajlott le az elmúlt években. Több intézmény is állami fenntartásból alapítványi fenntartásba került. Itt én azt látom
ugye az egyetemekkel viszonylag sok időt foglalkozva és a kollégákkal sokat beszélgetve, még hogyha megnézzük a kuratóriumok összetételét, akkor is tényleg kiváló szakemberek, gazdasági szakemberek, illetve pedagógus és felsőoktatási szakemberek kerültek bele a kuratóriumokba. Hogyan értékelitek a modellváltást? Ez meghozta azokat a reményeket, amiket vártatok, vagy még van ebben elmaradás? Kevés az idő ahhoz, hogy ezt a összességében talán 3 éves folyamatot értékelhessük, hiszen az azt jelenti, hogy ha mondjuk egy kuratórium alapvető változása volt vitt véghez, és erre elegendő volt 1 év, akkor azok, akik már az így megváltoztatott, vagy talán inkább teljesítmény alapúvá tett oktatás keretében kezdték el a tanulmányaikat, azok most fejezték be a másodévet. De hosszú távon egész biztos vagyok abban, hogy ahhoz, hogy a felsőoktatás versenyképes legyen, és a versenyképesség alatt azt kell érteni, amit már említettem, hogy valóban itt nem csupán magyar intézmények versenyeznek egymással, hanem ma már egy 18-19 éves fiatalnak, különösen nagyon sokan beszélnek jó nyelveket, a választéka nem kizárólag csak a magyar felsőoktatási intézmények választékot, nem kizárólag a magyar felsőoktatási intézmények jelentik. Tehát ahhoz, hogy ebben az összeurópai versenyben, vagy ha az amerikai egyetemeket is ide leszünk, akkor akár globális versenyben helyt tudjunk állni, ahhoz arra van szükség, hogy az egyetemek ne kelljen az állami keretek között működnie. Ismerjük az állami kereteket, ismerjük ezeknek az előnyeit, mondjuk egy közigazgatásban ennek nagyon sok előnye van, de az egyetemi világban, ahol azt várjuk, hogy a legjobbak versenyezzenek egymással, hogy azok, akik tehetségesek, azok további inspirációt lejjenek a felsőoktatás tanulmányai során, ott igenis az a hasznos, hogyha a fenntartás az nem egy hideg és kevésbé mozdítható, és a hallgató igényekhez kevésbé alakítható állami irányítás alatt áll, valamilyen egységes állami irányítás alatt, hanem igenis az adott területen elismertségre szertett szakemberek irányíthatják az egyetemeket, és miután a kuratóriumokban szerintem nagyon nagy többségben vitathatatlanul tekintélyes emberek ülnek, ezért azt várjuk tőlük, hogy igenis érvényesítsék a saját tapasztalatukat, tudásukat, és az a finanszírozás, amit ehhez a magyar kormány társított, az gyakorlatilag azt jelentette, hogy 2 év alatt megduplázódott az egyetemeknek a finanszírozása, tehát ma 2-szer annyi pénzből gazdálkodhatnak az egyetemek, mint 2-3 évvel korábban. Ez szerintem önmagában is egy óriási lépés, és ez jól mutatja, hogy tettünk egy nagy lépést annak irányába, hogy az egyetemek autonómiája valóban korlátlan érvényesüljön, ugyanakkor az anyagi feltételek pedig adottak legyenek ahhoz, hogy maga jó színvonalú oktatást biztosítsanak. Ha Magyarország jövőjéről beszélünk, akkor a Magyarország és az Európai Unió kapcsolatát nem hagyhatjuk ki. Hazánk Lengyelországhoz hasonlóan továbbra sem jut hozzá az uniós forrásokhoz, így a helyreállítási alappénzeihez sem. Sokan arról beszélnek, hogy a jelenlegi Európai Bizottság nem is dönt már érdemben, és kivárja a jövő évi Európa Parlamenti választásokat. A külső szemlelőnek úgy tűnhet, hogy a magyar kormány ebben a témában eszköztelen, mert mindenféle követeléseket támasztott eddig is az Európai Unió, ezeket Magyarország kormány teljesítette, majd utána nem történt semmi. Legutóbb éppen az új EU miniszter Bóka János ütötte a várakozásokat, és azt mondta, hogy ő alapvetően nem számít arra, hogy a napokban vagy a következő hetekben megkapnánk ezeket a forrásokat. Te ezt hogyan látod? Valóban elhúzódhat, akár így több évre is, és be kell rendezkednünk erre hosszú távon, hogy az Európai Uniós források blokkolva lesznek, vagy várható valamilyen változás, esetleg a lengyel választások után? A rövid válaszom az, hogy én az optimisták közé tartozom a kormányon belül, akik szerintem, hogy szám szerint, de hatalmi szempontból kisebbségben vannak, viszont szerintem jó esély van arra, hogy a kohéziós forrásokhoz, tehát a 7 éves költségvetésből nekünk járó forrásokhoz már az idén hozzájuthatunk. Kétségkívül, miután itt csak a legnaívabbak hihetik azt, hogy bármilyen magyarországi jogszabálynak van köze a pénzek visszatartásához, és nem egy nyílt és nyers hatalmi játszmának vagyunk mi is a részesei, ezért nem ott, tehát Magyarország mindent megtett annak érdekében, hogy ezekhez a forrásokhoz hozzájuthasson, és olyan követelésekre is eleget tettünk, amelyeknek egyébként semmilyen
uniós közösségi jogi alapja nem volt, de miután úgy gondoltuk, hogy nem olyan fontos az, hogy egy szabályozás változatlan maradjon, ezért az Európai Unió kéréseit, az Európai Bizottság kéréseit akkor is teljesítettük, hogyha egyébként ennek jogalapja nem volt, de úgy éreztük, hogy az ország számára a változtatás elfogadása nem lesz káros. Ebből az következik, hogy akár holnap is megkaphatnánk ezeket a pénzeket, de miután itt egy mély és alapos jogállami vizsgálatról van szó, ezért október 15-én megvárja a bizottságon egyen választást, és hogyha ott a jelenlegi kormánykoalíció nyer, akkor hirtelen azt fogja látni, hogy az igazságszolgáltás terén mindaz, amit Magyarország vállalt, teljesült, és már az azt követő hetekben dönthet arról, hogy Magyarország kohéziós forrásokhoz hozzájut. Hogyha Lengyelországban a jelenlegi ellenzék nyerne, akkor könnyen lehet, hogy nem látja ezeket a feltételeket teljesítetni a bizottság. Úgyhogy csak annyit tudom mondani, hogy drukkolunk a lengyel konzervatívokra. És hogy látod, milyen esélyek vannak a lengyel konzervatívoknak a kormány rúd megtartásához? Szerintem kiválóak, még akkor is, hogyha van aktuálisan egy elég kellemetlen vízumbotrány. De sose tudjuk, hogy egy választási kampányban az, hogy egy téma bevándorlás akár még kedvezőtlennek, vagy a kormánypártok számára kedvezőtlennek látszó módon szóba kerül, az a végén kinek lesz hasznos. A bevándorlás témakorja ott is egyébként a kormánypártoknak hasznos, de a botrány az nyilván egy kellemetlen dolog, mert az a nem megalapozatlannak tűnő vád merül föl, hogy a jelenlegi lengyel külügyi vezetés akár úgy, hogy egy államtitkári, egy külügyminiszter helyettesi szinten tudtak is róla, szerzett vízumokat afrikai országoknak, Európában, illetve az Egyesült Államokban. És miután ez meghatározza az előző egy-két napban a lengyel belpolitikát, ezért első pillantásra azért ez nem a kormánypártnak kedvez. De majd meglátjuk a végeredményt, az ezt megelőző állapot azért az egy szilárd, stabil vezetés volt, úgyhogy jó esélyünk van, hogy a jogállami feltételeket teljesített a pártkérdezettség. Navracsics Tibor területfejlesztésért felelős miniszter múlt héten úgy nyilatkozott, hogy az Erasmus pénzek ügyében előre haladott tárgyalások vannak. Ugye ő ott a bizottság részéről Johannes Hahnnal tárgyal, aki a kiváló osztrák politikus, és azt mondta Navracsics Tibor, hogy akár már novemberben pont kerülhet Brüsszel és Budapest közötti vitára ebben a témában. A hallgatóknak, akik a híreket követik, itt elhangzottak a különböző részletek is, nehezen hámozhatják ki, hogy mi lesz velük, be tudják-e adni a korábbi feltételek mellett az Erasmus ösztöndíjra a pályázataikat, vagy sem. Ezért én azt kérdezném, hogy mit üzensz a magyar diákoknak az Erasmus program kapcsán, érinti-e őket a pénztárcájukat a brüsszeli tárgyalások? Azt üzenem, hogyha az Európai Bizottság nem utálja a magyarokat, vagy a magyar hallgatókat azért, mert ők magyarok, akkor semmi akadálya nem lesz annak, hogy ők is ösztöndíjban részesüljenek. Mi azt gondoltuk, hogy az ilyen jellegű faji alapú különbségtétel az a második világháborút követően már újra nem kaphat szerepet Európában, és ebben őszintén bízom. Ha így lesz, akkor nem lesz akadálya annak, hogy november végéig megegyezés meglegyen, és akkor senki nem esik el attól a lehetőségtől, hogy Erasmus ösztöndíjjal tanuljon. Hozzáteszem, ha bármilyen okból nem így lenne, akkor azt a pénzt, vagy akár annak kétszeresét is, ami az Erasmus ösztöndíjként a magyarok rendben, a magyar hallgatók rendelkezésére áll, a kormány rendelkezésre fogja bocsájtani. Nem ezt tartom ideális helyzetnek, és szeretném, ha nem így lenne, és szerintem jó esély van rá, hogy ne is legyen így, de nem 100 milliárdokról beszélünk, hanem ha jól emlékszem, akkor 6-7 milliárd forintról. Jövőre újabb 5 évre európai parlamenti képviselőket választ a kontinens. Ezen kívül pedig több országban, ugye idén még Lengyelországban, de Szlovákiában, illetve november végén Hollandiában is parlamenti választásokra kerülhet sor. Te hogyan látod az európai porondot? Várható-e ezeken a nemzeti választásokon átrendeződés, ezek mennyire fontosak Magyarország szempontjából, illetve az európai parlamenti választásokon várható-e, hogy valamilyen irányba, balra vagy jobbra eltolódás várható? De már nem jutott lengyel választás az Európa egésze számára kulcsfontosságú szerintem. Természetesen a többi is fontos, különösen a visegrádi együttműködés miatt a szlovák, és ott is szerintem van esély arra, hogy a visegrádi együttműködésben a jelenleg hivatalban lévő kormánynál jobban bízó, arra nagyobb hangsúlyt helyező koalíció jönessen létre a választások eredményekért.
Az európai parlamenti választás ez egy nagy kérdés, hiszen mi egyszerre vagyunk kormányos ellenzékben, mert kormányon vagyunk Magyarországon, és ellenzékben vagyunk Európában, és ennek az is része, hogy az európai parlamentben is alapvető kisebbségben vannak azok a pártok, akik egy kereszténydemokrata konzervatív nemzeti alapállással rendelkeznek. Ebből a szempontból azt jókkal reméljük, hogy a 2024-ben megválasztandó európai parlamenti képviselők között lényegesen többen lesznek olyanok, akik a magyar kormánypártokkal azonos ideológia alapokon állnak, de önmagában, hogy többségünk legyen, erre az esély kicsi. Még akkor is csekély esélye van a többségnek, hogyha az Európai Néppártot nem túl sok alappal a jobb oldalra sorolom, még akkor sem valószínű, hogy a jobb oldalnak többsége lenne a következő európai parlamentben, de a legoptimistább verzió, hogy a sok szempontból liberális és a baloldal együttműködni próbáló Európai Néppártot a matematika kedvéért jobbra sorolva esetleg létrejöhet olyan többség, ahol a ezen erők, politikai erőkön kívülálló pártoknak nincs többség az Európai Parlamentben, tehát ahol a kommunistáknak, szocialistáknak, zöldeknek és liberálisoknak együtt nincs többsége. Ez ma a legoptimistább lehetőség a jövő júniusi választásokra, jövő Európai Parlamenttel kapcsolatosan. Mindannyian is, hogyha Magyarország jövőjéről beszélünk itt is a beszélgetésben a kollégákkal, meg szülőkkel való beszélgetésben előkerült, az orosz-ukrán háborút mindenki a mai napig nagy aggodalommal követi, hiszen a kárpátaljai magyarság életét is nagyban befolyásolja. Ha már tanévnyitókról beszélünk, akkor láthatjuk, hogy a kisebbségi jogok egyre inkább háttérre szorulnak, például Munkácsról, a második Rákóczi Ferenc középiskola házatájáról hallottunk olyan híreket, hogy az intézmény vezetését folyamatosan kiszorítják, és a magyar vezetőket háttérbe szorítják az intézményen belül. De azt is hallottuk, hogy az idei ottani tanévnyitón a magyar himnusz el sem hangozhatott, tilos volt a magyar nemzeti színek használata, az igazgatói köszöntő pedig egy magyar iskolában kizárólag ukránul hangzott el. Hogyan lép fel a magyar kormány a kárpátaljai magyarok érdekében, és mi várható, mert nyilvánvalóan ez lenne, ami a leginkább segíteni az ottani magyarság életét, mi várható szerinted a háború kapcsán? Ami a kárpátaljai magyarságot illeti, nyilván egy évtizede legalább az a nemzetrész, ami a lehető legnehezebb körülmények között kénytelen helytállni, és tavaly február óta oroszok által indított háború kezdete óta pedig végképp nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak. Ha arra gondolunk, hogy nem csupán az életszínvonalban bekövetkezett negatív változásokkal, nem csupán a nemzetiséghez, a magyar nemzetiséghez tartozás miatti ukrán állami elnyomással, hanem behívó parancsokkal is szembe kell, hogy nézzenek, akkor jól mutatja, hogy olyan helyzetben vannak, amilyen helyzetben magyarok nagyon régen voltak. Talán délvidéki magyarság volt utoljára ilyen helyzetben, mint egy szűk 3 évtizeddel korábban. Ezért is szorulnak az anyaország segítségére. Az anyaország pedig segít, nem csak a kárpátaljai magyarságnak, hanem mindazoknak, akik menekültként Ukrajnából, akár ukránként, akár magyarként Magyarországra érkeznek, és segítünk mindazoknak is, akik Ukrajnában élnek, és támogattuk is Ukrajnát, és támogatjuk is Ukrajnát. Cserébe nem fogadható az el, hogy alapvető európai jogelveket lábbal tipró nemzetiségek, nemzetiségi jogokat sem bevevő szabályozást fogad el és tart hatályban Ukrajna. Tehát ha Ukrajna bármilyen formában az európai integrációval közelebbi kapcsolatban akarnak kerülni, akkor Magyarország mindent meg fog vétózni mindaddig, amíg nem állítják helyre a magyar nemzetiséget megillető és korábban általuk Kárpátalján is elvezett jogokat. Egyébként itt az MCC kapcsán ennek be a témában én is egy örömteli hírről beszámolhatok, hogy az MCC Beregszászi központja is megújul. Az ottani tanévnyitőt azt terveink szerint jövő hét végén tartjuk, ahol egy új felújított épületbe tud a Beregszászi központ és az ottani több száz magyar fiatal középiskolás és általános iskolás szinten is költözni. Úgyhogy az MCC amennyire tud, próbál ezekben a nehéz időkben is segíteni és kiállni a kárpátaljai magyarokért. Hogyha a jövőről beszélünk, ami kérdés még mindannyiunkat szerintem foglalkoztat, az milyen gazdasági kilátások vannak. Ugye a háború, azt láthatjuk,
Covid, majd utána a háború nagyon nagy hatással volt az üzemanyagárakra, az inflációra, a gazdasági növekedés alakulása. Ugye halljuk ezeket a szavakat, hogy decoupling átalakul a teljes gazdasági rendszer, Kína és Egyesült Államok háborúja, a gazdasági háborúja borzolja a kedélyeket. Ez nagy hatással van Magyarországra is. Te hogyan értékeled, mit várhatunk a magyar gazdaság fejlődése kapcsán, a gazdasági növekedés kapcsán és az infláció területén? Ja, most felvetett témák azok több konferencia témáiként is szolgálhatnának. Sajnos annyi idők nincsen. De hogy röviden és a lényegre válaszoljak, szerintem a kormány ezt a vállalását tudja tartani, hogy letörjük az inflációt és az idei év végére már egy számjegyű lesz, és a jövő évben pedig a jegybank és a kormány előrejelzését is figyelembe véve 3,5 és 6% közötti infláció az reális. Én remélem, hogy inkább az alacsonyabbhoz lesz közel, de az mindenféleképpen azt jelenti, hogy az orosz háború, illetve a Covid-ból való kilábalás okozta a megnövekedett infláció időszaka az véget ér, és ezzel a következő évben már olyan mértékben nem kell számolni, mint ahogy 2022-ben és 2023-ban kellett. A gazdasági növekedés szempontjából is optimista vagyok, nagyon nehéz fél év van mögöttünk, de az szerintem a harmadik negyed évben már megindul a gazdasági növekedés, a negyedik negyed évben pedig lényegesen erősebbé is válik, és a jövő évben a 3-4%-os gazdasági növekedés Magyarországon realitás. Ezt azért is nagyon fontosnak tartom, mert mindig csak a negatívumáról beszélünk annak, és az alapvetően negatívum is, hogy az Európai Bizottság visszatartja az uniós támogatásokat. A félreértések elkerülése véget az uniós támogatások elsősorban versenyképességi kérdésként jelentkeznek, mert hogyha a szlovák gazdaságba ezek a pénzek eljutnak, vagy a szlovén gazdaságba eljutnak, Lengyelbe egyelőre nem, de az összes többi környező ország élvezi ezeket, Románia, Bulgária ezeket a juttatásokat, akkor ez egy versenyhátrány, ha nem kapunk. De egyébként egy gazdaságnak alapvetően támogatások nélkül is működnie kell, és szerintem a magyar gazdaság mostanra abban a helyzetben van, hogy támogatások nélkül is tud működni. Nem erre készülünk, nem ezt akarjuk, sőt én az optimisták közé tartozom, tehát ami bennünket megillet, ahhoz szerintem hozzá fogunk jutni annak egy jelentős részéhez már az idei évben, de jól mutatja a nehéz helyzetből való kilábalás, hogy egyébként magában egy felelős gazdaságpolitika az ilyen nehézség közepette is képes növekedést elérni, és adott esetben az importált inflációt is letörni. Ha nekünk ez sikerül, akkor szerintem nekünk alatt itt az ország egészét értve, akkor szerintem mindenki büszke lehet rá, hogy másfél-két nehéz év után a jövő évben már újra a növekedés és az alacsony infláció időszaka köszönt ránk. Tegnap a budapesti demográfiai csúcson beszédet mondott mások mellett Giorgia Meloni, olasz miniszterelnök, de felszólalt Jordan Peterson, neves kanadai szakpszichológus is, aki a téren az MCC-nek is a vendége volt. Úgy tűnik, hogy Budapest, a demográfia, ami ugye a jövő egyik legfontosabb témája, jövővel kapcsolatos beszélgetések egyik legfontosabb témája, Budapest és Magyarország az egyik szimbolikus helyszínévé vált ennek a kérdésnek. Évről évre jelentős előadók követik egymást a színpadon. Ez nem kis részben a jelenlegi köztársasági elnöknek, Novák Katalinnak köszönhető, akinek ez hosszú évek óta az egyik szívügye és az egyik szakpolitikai tevékenység, amit elnökként is folytat. Milyen külpolitikai jelentősége van a budapesti demográfiai csúcsnak, és mit profitál ebből Magyarország? Szerintem Magyarország elsősorban abból profitál, hogy sikerült egy olyan családpolitikát végrehajtani, olyan intézkedéseket, döntéseket, támogatási rendszert meghozni és kialakítani. Valóban ebben a köztársasági elnökasszonynak még kormányzati munkahelyi időszakából jelentős érdemei vannak, amely jó példaként szolgál mindenhol Európában, sőt, talán azt is mondhatjuk, hogy mindenhol a világon, ahol a jövőre úgy tekintenek, hogy a demográfiai kérdéseket nem a migráció által kell megoldani, hanem lehetőséget kell adni, és ehhez anyagi forrásra is biztosítani kell arra, hogy a családok, hogyha gyermeket akarnak vállalni, akkor a anyagi akadály ne legyen a gyermekek vállalásának. És szerintem miután Magyarország ebből a szempontból jó példaként mutatható be a világon mindenütt, ezért ahol konzervatív kormány van, vagy ahol konzervatív pártoknak van jelentős beleszólása a politikába, ideértve én értem az Egyesült Államokat is, a magyar családpolitikáról mindenhol úgy beszélnek, mint ami követendő gyakorlat szerte a világon. Erre mi büszkék lehetünk, és valóban ilyen szempontból az is szerencsére, hogy országgyűlés kellően bölcs volt, és
köztársasági elnöknek azt választottam, akinek leginkább a nevéhez fűződik ezeknek az intézkedésekre a vezetése. Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt tegnap a demográfiai csúcson, hogy a magyar családpolitikát új szintre kell emelni. Úgy fogalmazott, hogy a magyar családpolitika 2.0-val hozzátette, amennyiben a költségvetés lehetővé teszi, a 4 gyermekes anyák adómentességét kiterjesztik a 3 gyermekesekre is. Milyen állapotban van a költségvetés, mikor lesz a költségvetés ilyen állapotban, illetve milyen egyéb elemeket fog tartalmazni ez a családpolitika 2.0, ennek ki vannak-e már dolgozva a részletei, mire számíthatnak a szexuális családok? Mondhatnám az első kérdésre, csak azt tudom válaszolni, hogy abban a pillanatban, hogy a költségvetés ilyen helyzetben lesz, abból fogja mindenki felismerni az országgyűlés, az elkapcsolatos törvénymódosítást elfogadja, és akkor nem csupán a 4 gyermeket vállaló édesanyák lesznek élethosszig, amíg mentesek a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség alól, hanem a 3 gyermekesek is, és ez szerintem egy nagyon fontos előlépés, és én nagyon örülnék annak, hogyha ebben a parlament ciklusban ez a változtatás hatályba léphetne. Egyébként pedig azt tudjuk mondani, hogy a CSOK átalakításán dolgozunk, miután még végleges döntés nem született, ezért arról beszámolni nem tudok, de arról igen, hogy a cél az, hogy 24. január 1-ével a nagyobb városokban egy olyan az eddigi CSOK szabályozás helyére lépő új szabályozás legyen érvényes, ami alkalmazkodik azokhoz a változásokhoz, amelyek az elmúlt egy évtizedben végigmentek, vagy elmúlt 5-6 évben végigmentek, és ez elsősorban azt jelenti, hogy szerencsére vagy sajnos, attól függ, hogy honnan nézzük, de nagyon nagy mértékben megnőtt a megyei jogú városokban, és annál egyel kisebb, de ilyen 10-20 ezer nagyságú városokban is a lakásoknak az ára, tehát az ingatlan árak növekedése az robbanásszerű volt. És most már ez egyáltalán nem csak a fővárosra igaz, hanem megyei jogú városokra is, nem ugyanolyan mértékben, de mindegyikre, és még a kisebb városokra is. És egy korábbi CSOK szabályozás, azt még abban az időszakban fogadtuk el, amikor különösen a megyei jogú városokban még nem érsékeltebb árak voltak. Tehát segíteni kell abban a fiatal házasokat, családokat, gyermeket találni, kész párokat, hogy ehhez az új helyzethez igazodva is tudjanak lakást vásárolni, új lakást építeni, és a családalapításnak is semmiféleképpen legyen akadály. Záró kérdésként engedj meg egy kicsit személyesebb jellegű, de szerintem a fiatalok számára nagyon hasznos kérdést. Olvasható az életrajzodban meg, mint sokan tudják rólad, hogy jogász vagy, jogászként végeztél a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Mit tanácsolnál a fiataloknak? Érdemes ma jogásznak tanulni? Ma is így döntenél-e? Illetve van olyan szakterület, amit úgy látsz, hogy az elmúlt években, vagy az elkövetkezendő években különös jelentőséget kapott, és érdemes a fiataloknak abba az irányba fordítani tekintetüket? Ja, amikor jogra jelentkeztem, az a 1999-ben volt, és a Pázmány Egyetemen Zinszky János volt korábbi alkotmánybíró az egyetem, sőt akkor még alkotmánybíró az egyetem dékánja, és akkor volt a legnagyobb idézővet egy jogász túlképzés. Tehát akkor mindenki azt mondta, hogy nagyon sok jogász képez az ország, aminek az egyik oka az volt, hogy a jogi diploma piacképes volt akkor is, és mai napig is az. Másrészt viszont az ország szívesen növelte a felsőoktatásban a részvevők arányát, és szívesen tette ezt olyan területen, hogy nem került olyan sokba, és még egy gyógyszerész vagy egy orvostan hallgató képzése az rendkívül sokba kerül, ehhez képest a jogász képzés viszonylag olcsó. Most ő akkor is azt mondta, hogy nem kell tartani jogász túlképzéstől, mert mindig azt mondta, hogy jó jogászokra szüksége lesz. És szerintem ez most is így van, hogy nem kell tartani a jogász túlképzéstől, részben azért sem, mert ahogy a világ átalakul, és egyre kevesebb klasszikus, vagy egyre kevesebben vannak azok, hogy klasszikus pályákon dolgoznak, meggondoljuk, hogy 30-40 évvel ezelőtt milyen munkakörök voltak, és ma milyen munkakörök vannak, akkor számtalan olyan munkakör van, amire önmagában egy diploma sem képesít, de minden diploma alkalmassá tesz arra, hogy bizonyos állásokat az ember betöltsön, és a jó az különösen ilyen. Tehát ma már a jogi diplomával egyáltalán nem csak bíró, ügyész, ügyvéd vagy közjegyző lehet valaki, hanem
a gazdasági életben is örömmel fogadják a jogászokat. Ezért én mindenkit ma is biztatnék, hogy menjen jogra. Aztán jó jogászokra valóban szükség lesz, hogyha valakinek jogi szakvizsgája van, az élet nagyon sok területén el tud helyezkedni, és különösen a gazdasági jog az, ahol szerint, amelynek szerintem nagyon nagy jövője van. És azzal a technológiai fejlődéssel, ami elérte most már a gazdaságot is, és a legnagyobb cégek világát is, ott szerintem az ehhez szükséges jogi megoldások megtalálása az komoly innovációt rejt magában, és ahhoz nagyon sok jó jogászra lesz szükség. Köszönöm szépen. Itt a papírra azt írták nekem, hogy a közönség is szeretne kérdezni. Van-e esetleg bárkiben kérdés, van-e, amit miniszter úrtól meg szeretne kérdezni, akár a tanév indításával kapcsolatban, akár szexárdal kapcsolatban. Nagyon jó, akkor javaslom mindenkinek, hogy a borfesztiválon érdemes odalépni miniszter úrhoz, és szerintem még őszintébb válaszokat fog akkor kapni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a... Nagyon szépen... Nem, mintha eddig ne lett volna. Nagyon szépen köszönöm a... Köszönöm a figyelmet.